Kiváló tanárok, tanítók és óvodai dolgozók töltötték meg csütörtök délután a Városháza dísztermét. Itt tartott a hagyományos Városi Pedagógus Napját az önkormányzat. A város nevében Radnóti Ákos alpolgármester köszöntötte az ünnepelteket, aki beszédében azt hangsúlyozta, Győr mindig és most is büszke lehet az iskoláira és az ott dolgozókra. Attól még, hogy az önkormányzat fenntartói, illetve üzemeltetői jogkörre elkerültek bizonyos területeken, ránk mindig lehetett számítani, és lehet számítani a későbbiekben is. Nagyon örülök annak, hogyha nézzük az oktatási nevelési tevékenységet Győr területén, Győr városában a humánpolitikai főosztály vezetésével kiemelkedő munka zajlik. Nagyon sok fejlesztés történt az utóbbi időszakokban, hiszen az óvodák, bölcsödék folyamatos megújuláson mentek keresztül, de azt gondolom, az iskolák tekintetében sincs okunk a panaszra, és az önkormányzat támogatására ott is lehetett számítani, és lehet a jövőben is. Az alpolgármester kiemelte, tény, hogy vannak problémák az oktatás területén, de ez a nap az ünneplésé, és jó hír, hogy Győrben van mit és kiket ünnepelni a pedagógus nap alkalmából. Külön öröm számomra, hogy ülnek itt olyanok, akiknek köszönhetően én is olyan tudással gyarapodtam, legyen az főiskolai szinten, vagy legyen az általános iskolai szinten, ami olyan tudást volt számomra, és amit mind a mai napig tudok hasznosítani. Ha ők nem adták volna át ezt számomra, és biztos, hogy az élet egyes területén hiányosságok lennének. Úgyhogy arra kérem önöket, mint hogy a problémákat mondom, tudom, hogy vannak, nehézségek vannak, viszont tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a jövő generációját készítsék fel úgy, hogy megfelelő tudást kapjanak, hasznosítható tudást kapjanak, ne felesleges információkat, jól hasznosítható tudást, amit be tudnak illeszteni a hétköznapokba, és ezzel jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy Győr, nem csak Győr, hanem a régió és az ország is sikeres legyen az önök munkája által. Az ünnepségen adták át hagyományosan a Győr oktatásügyéért és a Győr sportjáért díjakat. Előbbi elismerésben ezúttal hárman részesültek. Díjat vehetett át dr. Németh József Györgyné, a Kodály iskola tanára, Bognár Edit a Nádorvárosi iskola pedagógusa és Domonkos László Jedlik szakközépiskola igazgatója, míg sportos kitüntetést idén Pap Oszkár, a GYAC evező szakosztályának vezetője és dr. Koncos Csaba egyetemi adjunktus kapott. Rajtuk kívül több mint 100 szakember vehetett át jutalmat pedagógusnak alkalmából.